Régen azt mondták ugye, hogy a magyar értelmiségnek két útja van. Az egyik az alkoholizmus, másik meg járhatatlan. Nem estem bele annyira, de voltak rossz korszakaim nekem is. Nagy figyelmeztetés volt a legjobb barátom elvesztése, Bonc Gézán. Meg az ő betegség, aztán azután az utolsó 10 éve, ahogy ő megtartóztatva ért, és betartom minden szabát. De sajnos nem sikerült tovább, mint 10 évig húzni. Néha jövök most reggelente a színházban, Szentendrei úton, és egy teljesen érthetetlen helyen áll egy pasas, egy zacskóval, és teljesen úgy néz ki, mint a még egészséges Bonc. Ugyanakkor nagy darab, ilyen bajusszal, olyan ruhában, úgy fésülve a haja. És mondom, mi a keresel itt Géza? Neked nem itt lenne a helyet, hanem itt nálunk közben. És most már másodszor találkoztam ezzel az emberrel, úgyhogy megyek a piros lámpán, hogy lassan is látom, hogy ott áll ez a... Majdnem ugyanúgy néz ki a pasas. Nagyon-nagyon-nagyon hiányzik. Az első ember volt, első férfi ember az életemben, az apámon kívül, akit megsirattam. És nagyon nehezen viseltem az ő temetését, meg nem nagyon nyilatkoztam elmúlt 10 évben róla, mert engem nagyon sokan nyilatkoztak, hogy a legjobb barátjuk volt, stb. Én valóban 10 éven keresztül szinte egy reggel együtt keltünk föl, együtt feküdtünk le, mert közel is laktunk egymáshoz. Dacára a korkülönbségnek egy pillanat alatt egymásra hangolódtunk. Nagyon sokat tanultam tőle. Amikor nem volt egy vasa se, és éppen nekem se, és valahonnan kapott, mit tudom én, 4000 forintot utaltak neki, akkor az volt az első, hogy 2000-et adott nekem, mert nincs pénzem nekem se. Pedig nekem sokkal könnyebben volt utána pénzem. De valahogy ez benne volt, hogy ha én nekem volt fellépésem, akkor biztos, hogy én úgy vállaltam csak, hogy a Bonccal. Soha nem volt anyagi nézeteltérés köztünk. Természetes volt, hogy ha ketten vagyunk a színpadon, akkor ugyanannyit kap mind a kettő. Nem jellemző ez mindenkire. Kihez hasonlítanád a Nádas Gyuri játékát? Mit csináltam? Kihez hasonlítanád a Nádas Gyuri játékát? Markoshoz. Jó pillanataiban. Nádas Gyuri az nagyon eleményes színész. Ebben a helyiségben, ahol itt ülünk, engem úgy átvert, ahogy még az életemben, még a Kandi kamera se vett. Meséld el, légy szíves. Én nem hallottam. Nem tudom elmesélni, mert a lényeg az, hogy ez volt a tévészoba ugyanúgy, mint most, és akkoriban rendeztem egy tévékabarét, ő is benne volt, és csöngött a telefon, fölvettem, és a gyártásvezető Tasnádi azt mondta, hogy akkor montírozunk, tehát rakjuk össze az anyagot. Mikor? Mondom, megyek, megnézem a naptáramba, bementem az öltözőbe, kihoztam, mondom, kedd szerda éjszaka jó. Azt akkor melyik legyen? Mondom, mindegy, kedd éjszaka jó. Kedd éjszaka jó, mondtam. Akkor aznap éjszaka kinyalhatod a senkemet, mert a Nádas volt, de nem ez a szép, mert ez egy játékunk volt, hogy becsalni ebbe a mondatba a másikat, de nem ez a szép. Az a szép, hogy egy másik telefon is volt a helyiségben, és mögöttem beszélt, tehát 1 méterre tőlem csinált ezt velem, azóta én ebben az emberben nem bízom. Egy évig a Magyar Rádiónál voltam a kabaré csütörtökben, mint hát műsorvezető, meg volt egy önálló rovatom is. Akkor dolgoztam a Kalipszó rádiónak, dolgoztam a akkori Rádió Bridge-nek, az akkori Klub rádiónak, dolgoztam Miskolcon, az akkor alakult Non-Stop rádiónál. Ott 5 évig voltam minden hétfőn délután saját műsorral. Szóval megtanultam ezt az önálló műsorvezetést is, sőt már a Rádió 17-ben Kispesten beültem a pult mögé is, és már egyedül vezettem mindent. De nagyon jó iskola volt ez. Aztán utána hívott a Turaida színházhoz a színház igazgatónője, és ott játszottam nagyon sok darabot, akkor már a drámákba is belemertek tenni. A hihaságnak akkor lett vége, amikor a Kalinti színházban játszottam a New York-i páparablást Bács Ferenccel, Vallai Péterrel, Vándor Évával, Szente Vajkkal, és az a felelősség, hogy mindenki nevetett a darabban, csak én nem. Mert ez egy olyan szerep, az a taxisofőr, hogy nem tudni, hogy most tényleg őrül, vagy viccel. És akkor volt az, hogy
akkor már egy fröccsöt sem mertem inni az előadás előtt. Mm. És onnantól kezdve van az, hát most már 5-6 éve, hogy ha nekem előadásom van, akkor egy korty alkoholt nem merek inni. Bocsánatot kérek. Finálé van már. 5 évvel ezelőtt szoktam be azt, hogy előadás előtt soha egy kortyot aznak, de utána lehet. Le kell ereszteni a bezültséget. Egészségedre. Igen, ez egy lenézett műfaj. Nem is tudom, hogy lesz-e egyáltalán. Hon, miért? De ugyanakkor... Szerintem hát a... miért? Miért lenézett műfaj? Azért, mert azt hiszik, hogy aki nevetnek, az egyszerű, és az neki egyszerű csinálni. Én nem szeretem nem szerettem Benny Hill-t. Én nem szeretem Rowan Atkinson-t se. De imádom és rajongtam Peter Sellers-én. Tehát nekem az a humor, amikor valaki halálosan komolyan veszi az életét a vásznon vagy a színpadon, és a világ esküszik össze ellen, és attól válik ő nevetségessé. Mondjuk, bocsánat, Rowan Atkinson, azért kezdenék el vitatkozni, mert én láttam sok dokumentumfilmet arról, hogy az az általad nevezett lazaság, az hogy készült, hogy milyen precízen dolgozzák ezt ki, ezt de a dolgot. De én nem szeretem, amikor hülye ember hülyét játszik. Viszont a Peter Sellersnél, akár a rózsaszín párducokat veszük, és benne ugye a nyomozót, akinek miért nem jut eszembe a neve, nem tudom. A Clouseau felügyelőre? Clouseau felügyelőre, igen. Igen. Hát az zseniális, ahogy ő komolyan veszi az életét, csak hát ő nevetséges azáltal, hogy ő komolyan veszi magát. Vagy nagyon érdekes, hogy ugye kevesen tudják, hogy komikusként kezdte, még néhány évvel ezelőtt is a Hugh Laurie. Hugh Laurie? Hugh Laurie. A Dr. House. Aha. Bocsánat, én nem tudtam, nem nézem ezt a sorozatot. Az zseniális, egyetlen sorozat, amit nézek. Nagy színen van megírva, istenek a színészek, és ez a pasas, ez hibátlan. Ez olyan genya, hogy szájon tudnám vágni, de így nézem meg olyan, és jó. Most és ez a pasas, ez egy, szintén egy ilyen párosban volt, mint én a Markus Gyurival, és egy csomó filmje megy most a mindenféle csatornákon, amikor jópofások és viccelődő emberek. Abban is zseniális volt, de hogy ebből lett a világ egyik legismertebb úgynevezett drámai színésze. Hát ez azt jelenti, hogy ezt is lehet csinálni, meg azt is. Hát az élő adás, varázsok, kedves nézőink is, most be is csukjuk az ajtót, mert valaki belépett, benézett, és innentől kezdve folytatódik a zene, butik. De azt tudod, hogy Rowan Atkinsonnak ki volt a partnere, amikor ő fiatal humorista volt? Tony Blair, ez csak úgy külön mondanám. Tony Blair, nekem humorista lett a szerint is. Igen. Ha megfordulsz, csinált vele az, hogy te van is konyhetsz. Sokat voltunk mindenütt. És gyakorlatilag a rendszerváltás környékén mentünk mi szét, ami azért jó, mert a sikertelenséget nem tapasztaltuk meg együtt. Csúcson sikerült abba hagyni. Meg azt hiszem, hogy azért a politikai kabarénak az igazi értéke akkor volt, amikor még egy párt rendszer volt. 20 évesen csináltam a Józsi bácsi, és akkor elértek az öreg szerepek. 20-22 éves korom játszottam a Józsi bácsit, Laci bácsit, nem tudom, milyen bácsit játszottam még. A bácsikat akkor eljátszottam. Most meg pólyásba vagyok öltöztetve, ami csak kibeszélve. Közel 50 évesen. Ez a kabaré varázsa. Ezt tudjuk mi csinálni, ha verett is tárgyunk. Amikor 1980-ban a Nemzeti Színház stúdiójában kezdtem 30 évvel ezelőtt, azt hiszem, akkor volt szerepálmom az, ami most beérett. És íme így vagyok most. Nagy tisztelettel. Nem tudom. Most nem tudom, mert most olyan nagyon depresszív helyzet van, és ha nem tudnék bejönni délelőttönként próbálni, és este nem lenne előadás, akkor rendkívül unalmasan rosszul érezném magam, és igen, most nagyon jó, hogy van ez a család is. Szép volt élni, gyerek. Olyan ez, mintha ez a memoár. Ez az utolsó nap, hogy ülsz a betegágyad, és holnap meghal. Jó volt, gyerekek! Szép volt ez így! Szép! Jó! Abszolút, nagyon jó volt ez. Az első fél időt élvezted inkább szép. Úgy. Igen, de kevés volt a jó. A második fél időben komoly taktikai utasításokkal kiérhetett. Azt hiszem, lecserélem magam.
Van-e olyan dolog, ez nem az én impotenciámat jelzi, vagy nem tudok kérdezni, mert elég sokat kérdeztem szerintem. Tehát, hogy van olyan dolog, amit amikor riportot csinálnak veled, és sose kérdezik meg, és te egyszer már nagyon szívesen megkérdeznéd magadtól? Hányos cipőt visel? Hányos cipőt visel? 42 és feles. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.